Jó napot kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Média Centrum Élő Emlékezet című történelmi ismeretterjesztő magazin műsorának 2020. januári adását látják. Ahogyan megszokhatták az elmúlt években, úgy ebben az évben is folytatjuk a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Kecskeméti Média Centrum együttműködésében létrejött történelmi ismeretterjesztő magazin műsor egyes adásait, amelynek ebben az évben újfent 12 alkalmat adunk. Az évforduló kapcsán olyan személyek életútját mutatjuk be önök számára, mint a jeles kecskeméti Varga László, nyugalmazott református lelkész, aki Kecskemét szovjet megszállásának körülményeiről, a kiürítésről és az azt követő időszak viszontagságairól beszél az önök számára, vagy a jeles, mindenki által ismert Dunst István testvelő tanár, aki, mint tudjuk, a család előzetése közepette, vesztette el édesapját, Málenki robotra hurcolták el Zala megyéből, és onnan soha nem térhetett haza. Ilyen életút többek között Sípos Imre és családja tragédiája, akik a Kecskemét melletti Borbás területen lévő Héjas Majorban cselédként dolgoztak, és a szovjet csapatok tragédiájával gyakorlatilag egy szovjet tiszta családot kiirtotta, ennek következtében árván maradt az összes gyermek. Végezetül Szabó István életútjába is betekintést nyerhetnek, akik Kecskemét kiürítése kapcsán Nyugat-Magyarországig jutottak, onnan hurcolták el világi civil édesapját rajztanárként, és gyakorlatilag a fogsáni táborból hazatérve második napon hunyt el Budapesten. Bízunk benne, hogy az életutak tükrében összeáll önökben is egy olyan kép Kecskemét szovjet megszállása a II. Világháború vonatkozásában, amely alapján az emberi szemszögből mélyebben, mérhatóbban megismerhetjük a városhoz kapcsolódó történeti pillanatképeket. Tartsanak velünk! Kocsival, szekérrel mentek Nagykőrös felé, a Nagykőrösi úton, erre emlékszem, és minket befogadtak a csapóék. Már a felső házuknak az úgynevezett tiszta szobájában volt egy rokon családjuk, úgyhogy nekünk a raktár kamrát, ami aránylag tiszta volt, azt adták számunkra. Ott aludtunk az egész család, összesen mi hároman, nagynémék meg négyen, és heten ebbe a kamrába, körülbelül akkora volt, mint ez a szoba, és ott töltöttünk el 3 napot körülbelül, 3 vagy 4 napot, amikor reggel jön be édesapám, hogy pakoljatok, mert innen is tovább kell mennünk, mert itt a magyar katonaság beásta a tanya mellett magát, ágyukkal szétlődnek bennünket, biztos, menjünk tovább. Akkor az tényleg a vakvilágnak indultunk, Nagykőrös felé, ott keresztül a szántóföldeken. Ott azt tapasztaltam, az nagyon megmaradt bennem, hogy a szántóföld tele volt eldobált fegyverrel, lőszerrel, fegyverrel, puskával, pisztollyal, sőt, 3 magyar katona, rang nélküli, tehát közkatona holttestével találkoztunk, akik ott egymás mellett feküdtek, előttem van a kép is, nem szabályosan egymás mellett, de apáék megállapították, hogy ezeket kivégezték, lelőtték, tehát nem harcba estek el, hanem nyilván dezertáltak, ugye, ahogy mondani szokták katonai nyelven, eldobálták, és azok a fegyverek, amik ott szétszórva voltak, nyilván a többi is így került oda, mert ez nem elsütött, tehát éles golyók voltak meg a fegyverek is. A 3 katona ott volt holtan, és akkor elérkeztünk egy kőfallal körbevett tanyához, azok nem engedtek be, vagy tele voltak, nem fogadtak be bennünket úgy, hanem ott a kőfal mellett ott húzottunk meg. Reggel
8-9 körülre értünk oda, akkor ott néztem végig egy légicsatát, amikor két vadászgép harcolt egymással. Egyik gépből kiugrott a pilóta, a gép lezuhant, de utána lezuhant a pilóta is, tehát kilőtték az ejtőernyőjét, pedig kinyit az ejtőernyője lent lefele. Aztán mellénk csapott le egy bomba, mert ott valaki a házból kijött, és ott ugrált, pedig hallottuk, hogy jönnek a gépek, és kiabáltak édesapám még, hogy ne ugrálj, bújj el! Valahogy megláthatták ezt a nőt, és akkor kaptunk egy gépfegyversorozatot és egy bombát, ami azért tőlünk, hát, 100 méterre, 50-re, nem tudom, esetett le. Azt tudom, hogy lovak ki voltak kötve fához, abból a tanyából valószínű, és az egyik lónak a combjába egy szilánk volt, ez megint egy ilyen emlékként megmaradt bennem, hogy a ló nagyon ugrált, nyerített, és mondták apáék, hogy hát szilánkot kapott a ló is. Még aznap este visszajöttünk, vissza a csapotanyára. Na most ott még az igazi, az átélt trauma, ami igazán számomra örök trauma marad, az ott történt, amikor körülbelül másnap, vagy harmadnap, ezt nem tudom, november 2-án, vagy 3-án volt, azt hiszem 3-án, 3 szekérrel lovas ruszkik jöttek be, orosz katonák, 3 szekére, 6 katonával, és körbejártak mindent, mire hozzánk leértek, addigra már, ezt utólag tudtuk meg, fönt megerőszakoltak a felsőházba két asszonyt, a felsőházban lévő két asszonyt. Most idézőjelben mondom, hogy talán édesanyám meg az unoka nővérem azért úszták meg, hogy nem ők kerültek sorra, mert ott már kielégültek, és amikor hozzánk jöttek, akkor csak bennünket végig tapogattak, az biztos, hogy belenéztek a bugyiukba is a nőknek, a férfiakat pedig mind először kivitték az udvarra, ott kiderült, hogy azokat is végig motozták, és a házban lévő, a felsőházban lakó férfiak, édesapám, nálunk pedig édesapám, nagybátyám, meg az unokabátyám, meg ott azt hiszem talán 6 vagy 7, 7 férfi volt a házban, azokkal megrakadták a 3 kocsit szénával. És amikor megrakták a 3 kocsit szénával, és elindultak, akkor az egyik orosz, ezt már édesapám mondta el, az egyik orosz fölállt a széna tetejére, mire elindult, géppuskán sorba állították őket, és géppuskával a másik orosz kiütötte a kezéből, és a levegőbe ment a sorozat. Mi csak azt hallottuk, hogy egy sorozat lövés lement, teljesen kétségbe esve voltak anyámék, mindenki, hogy agyonlőtték apáikat, de aztán jöttek vissza be, hogy, és elmondták, hogy mi történt. Alig, hogy ez megtörtént, apa azt mondja, hogy menjünk haza, most már itt nem maradhatunk, és akkor még mindig hallom a harangszót, hogy Kecskemétről kihallatszott a harangszó, és jött be édesapám, meg édesanyám, hogy harangoznak, azt jelenti, hogy a városban már béke van, mehetünk haza. És akkor jöttünk hazafelé, hát ez az egy megint több halottal, magyarral, némettel, orosszal a Ceglédi úton, tehát katonateleptől a betonút mellett, ami úgy megint belém égett kép, volt egy magyar tank,
a kiégve, és a tank alatt pedig ott volt a magyar katona, akin keresztül ment, vagy úgy ment, hogy alá került a lánctalpnak a katona. Tehát ez volt a legjobban belémégő kép ebből az útból, de hát több lelőtt katonával, civilt nem láttunk, csak katonákat az út mellett lárokba halottan. Nem sok, talán, ha így visszagondolok, egy 8 ilyen eset lehetett. Ekkörül a tank körül is volt 2 még lelőve, magyarok. Az az igazság, hogy nyilván én, mint gyerek, különösképpen, hogy aznap, meg utána való nap nem jöttünk be a városba. Otthon voltunk a Ceglédi úton, kint az a várostól. Kint volt, ekkor volt, amit mondtam, hogy a Szabó bácsi a fűszerüzletben ott volt lelőve, és nálunk semmi. Úgy volt a lakás, minden, ahogy hagytuk. Érdekes volt a mi házunk, mert 70 méteres, ilyen körülbelül 3,5 méter széles bejárattal bent van, még mindig megvan a ház, ahol laktunk, ott van olyan vízvezetékes nagy vállalat kívül-belül, tehát ott megvan, éppen tegnap is láttam a házat, megvan a ház, és mi ott belül laktunk, tehát utcai kerítésünk kisebb volt, ez soktól megmentett bennünket. Ott a környékben a Szabó bácsi halála, illetve a betonon az állandó tankjárás, meg teherautók, katonákkal jó pár nappal később, nem tudom mennyivel. Édesapám az bejött a városba először a nagybátyámmal, és jöttek vissza, hogy csend van a városba, különösebb, tehát nincs lövöldözés. A városba úgy látszik, hogy lassan megindul az élet. Ezzel jöttek vissza. Másik emlékem aztán, hogy ez eltelt már egy vagy két hét, amikor édesanyámmal jöttünk be reggel, hogy bejövünk a reggeli istentiszteletre. Ez hétköznap reggel volt, 7:30 az istentisztelet, és a Kaszap utcán elkapott bennünket, illetve hát megállított bennünket egy fegyveres orosz, és akkor davaj robot tal édesanyámat bevitték, és hát én is mentem vele a tanítóképző konyhájára, és ott egész délig, vagy ameddig krumplit kellett pucolni, meg ott segíteni, de egyszer odajött hozzám egyik ruszki, két kocka cukrot adott nekem, mint gyereknek. Ez a kép úgy megmaradt bennem, és akkor tele volt sebesült, de mozgásképes katonákkal, meg orosz katonákkal a tanítóképző teljesen. Mándoki Erzsébet, a Bodor Zsuzsánna leánynevelő, úgy neveztük, hívtuk leánynevelő intézet, nem Árvaház volt a neve, hanem leánynevelő intézet, a Mándoki Erzsébet volt az igazgató, és neki is, valamint Örlős Haroltának, aki a tanítóképzőnek az igazgatója volt, édesapám, mint kárpitos, már még a háború előtt dolgozott, tehát a Mándoki Erzsébettel, a Mándoki Erzsébetre még én magam is emlékszem, még a háború előtt is, meg utána is, hát a Sarolta nénire, meg különösen az igazgatóra, de a Mándoki Erzsébettel úgy, hogy édesanyámmal beszélgetnek a Bodor Zsuzsánna kapujában, mert hogy mivel dolgozott neki édesapám, akkor érdeklődött, hogy mi van velünk, hogy velünk. Ez már a front levonulása
után. Én így emlékszem rá, hogy arról érdeklődött, hogy velünk történt-e valami, meg vagyunk-e a családba, meg, és a Laci, ez az édesapám volt, hogy az is. Tehát egy nagyon aranyos, kedves valaki volt. Vörös keresztes ruhában volt, fehér köpeny, előttem van az arca, fehér köpenybe volt, vörös keresztes köpenybe, és a fején ilyen fityulaszerű valami volt, azon is a vörös kereszt volt, és úgy beszélgetett édesanyámmal, ez a kép megvan előttem, és akkor mondta, hogy a kórházba itt dolgozik a diakónisszákkal együtt. Mert akkor Kecskeméten több diakónissza volt a gyülekezet alkalmazásába, és azokkal együtt dolgozott. A tanítóképzőbe ott viszont magyarok csak a konyhán dolgoztak, a szakács, hogy orosz volt vagy nem orosz, ezt én nem tudom, de hogy magyar is volt, meg oroszok, meg kibe jártak a konyhán is, erre nagyon jól emlékszem, és hát miután elvitték a Máinki robotra édesanyámat, de hála Istennek ez addig tartott, amíg az ebédet ki nem vitték, a konyhából el nem ment, utána még anyának a mosogatásba kellett segíteni, és olyan még világos volt. Biztos, ez november volt végül is, tehát ebéd után elengedtek bennünket. Azóta nekem erről a Máinki robotról mindig eszembe jut, hogy ezt én is hallottam, hogy a Máinki robotra menjünk be, és hogy milyen nagy dolog, hogy tényleg ez egy kis munka volt, egy jó félnapi, vagy egy jó félnapi munka. Ettől kezdve édesapám nem is engedett ki bennünket egy jó darabig. Igazán csak arra emlékszem, hogy vasárnap karácsony előtt, tehát decemberbe kezdtünk el járni templomba. Tehát novemberbe nem jöttünk a városba, de már adventbe, karácsony előtt a vasárnapokra jártunk, de nem a templomba, mert a templom kapott egy belövést, annak ott van még most is a nyoma, befalaszták a löveget, meg a padokon meg lehet nézni a szilánkok nyomát is, hanem az evangélikus templomba jártunk istentiszteletre. Én az előbb a Tóth Endrét említettem, de a Kovács Bálinttal hosszabb ideig voltam együtt, már mint fiatal, meg teológus is. Mi Tóth Endréhez tartoztunk, akkor szét volt a város két egyház részre osztva, és édesapám aztán presbiter lett, de a front után, és a Tóth Endre, mi a Tóth Endréhez tartoztunk. Kovács Bálint a háború alatt tudtuk, hogy ő itt van. Az is emlékem, hogy megválasztották, akkor még ott voltam apáékkal, amikor Tóth Endrét megválasztották lelkésznek, valamikor október elején, még az első betörés előtt, de nem tudott ide költözni Kecskemétre, Pestről, és ezért Kovács Bálint maga maradt, és azt is tudom, hogy édesapám többször jött úgy haza, hogy beszélt a Kovács Bálinttal, a Merétei Sándorral, az orvossal, mert gyakorlatilag a Merétei Sándornak is apa dolgozott, tehát mint kárpitos, meg mint gyerekorvos engem kezelt is a Merétei Sándor, tehát apáikat is így ismerte, és apa újságolta, hogy képzeljétek a Bálint, mert csak így mondta, a Bálint meg a Merétei doktor úr, azok végig itt voltak, és ők harangoztak, amit kint hallottunk a tanyán.
ezt apa hozta hírül. Az Osváth Viktor, mint fiatal lelkész volt itt, arra emlékszem, de igazán nekem az Osváth Viktorhoz kevés emlék köt, úgy emlékszem az arcára is, mint fiatal, később ismertem meg jobban, meg az Osváth családra is, és a Viktorra, mint kecskeméti, itt lévő teológus, akkor talán teológus volt, vagy végzett már segédlelkészként, de szolgált, segített, mivel maga volt Kovács Bálint, segített neki a szolgálatokba. Tehát, és akkor később pedig Tisza Vezsenyen találkoztam vele már, mint lelkész, egyszer és utána, hát itt Kecskeméten már együtt voltunk, kántorlelkész, én amikor Kecskeméten segédlelkész voltam, akkor ő már kántorlelkészként itt volt Kecskeméten, együtt szolgáltunk egész nyugdíjazásáig. Meglepő volt nekem, amikor olvastam, mert ezt a részét a könyvednek elküldte nekem a Zilai Kálmán, fiatal, már nem is fiatal, de ő gyerekkorától itt volt az egyház körül, meg itt van még mindig. Őt Nagy Tibor konfirmálta, nem én, mert akkor is így felesbe konfirmáltunk, de hát gyerekkorától kezdve itt a templom körül van, és most a Kálmán valamelyik nap, még a múlt héten elküldte nekem ezt a Kecskemétre vonatkozó részt, és olvastam az Osváth Viktornak ezt a elvitelét, illetve megszabadulását, hogy nem került ki a gulágra. Apa volt az, aki bejárt a városba jobban, és akkor meg az egyházhoz. És akkor jött egyszer nagyon, hogy képzeljétek, a Bálintot elvitte a politikai rendőrség. Másnap vagy valami jött, hogy hála Istennek kiszabadult a Bálint, ott van újból. A Csongorádi utcán volt a politikai rendőrség, amelyikben oroszok és magyarok együtt vettek részt, ezt is tudom. Bánó nevű volt a magyar rendőrparancsnok, vagy egységparancsnok, tudom, mindenki félt a névtől is, ettől a Bánótól, akkor hagyd mondjam, hogy egy megint velünk szembe laktak a Ceglédi úton, a Páncsics órás mester, az órás üzlete a Nagykőrösi utcán volt, édesapám onnan, mint az égnerék is ott voltak, ismerte, meg aztán közel is laktunk egymáshoz, összejártunk, nem néha a Páncsicsékkal, és jött át a Páncsics néni egyszer, hogy képzeljétek, elvitték az uramat az éjszaka. És pár nap múlva pedig jött zokogva, sírva, hogy meghalt, azt mondják, hogy kiugrott az ablakon, de ez nem a Csongorádi utcán volt már, hanem a Rákóczi úton, a legjobb tudomásom szerint, ahol most van a járásbíróság, abban az épületben, azt mondták az asszonynak, hogy kiugrott az ablakon, és úgy halt meg. Hát akkor is apáék, kicsi, így tudom, mint gyerek is emlékszem, azt mondták, hogy biztos agyonverték, mert Vátig aranyat követeltek rajta. Az asszony mondja, hogy föltúrták az egész lakást, amikor mielőtt elvitték, és aranyat kerestek, mint óra ékszerésznél, hogy az aranyat. Az édesanyám családja tehát Kecskeméten élt, ott érte a háború őket, kitelepítések, nem kitelepítésnek hívták, hanem a kiürítésnek, a városra a szovjet invázió elől menekítették. Az édesanyám húga az Ukrajna felé
ott kapott valamilyen lehetőséget, mi pedig édesapámmal, eleve Zomborban szolgált, ott volt a kis családja, és úgy tudjuk édesanyám elmesélése alapján, hogy 1944. november-december táján kapott egy megbízatást, hogy úgymond a bukovinai székely családokat a Dráva mentén mindenféle járműveken, mint tiszti orvos kísérje. Tudomásom szerint Ausztriába tartottak. A mi családomnak is volt egy ilyen elképzelés, hogy édesanyámnak a testvér bátyai Ausztrián keresztül kerültek később ki Dél-Amerikába. Ez volt az akkori migráció, a magyar, sokat emlegetett akkori magyar migráció, és talán édesapámnak is ilyen, nem talán, hanem biztosan tudom, milyen tervei voltak, és ez a társaság szétszélett Zalaegerszeg környékén, és mi, egy ilyen orvos család, bekerültünk Pacsa nevű községbe, ott is a katolikus parókiára. Ott születtem én, édesanyám és édesapám jóvoltából, és ott töltöttünk egy ilyen várakozással teli időt, egy hónapot, hát erre tényleg nem emlékszem. Új szülött kisban voltam, de azt tudom édesanyámtól, hogy amíg ez a kis csimasz gyerek ugye valamilyen szinten fölfejlődött, eltelt egy-két hét, egy-két hónap, úgyhogy április tájékán indultunk végül is közös megegyezéssel édesapám, édesanyám, hogy haza fogunk jönni Kecskemétre. Itthon volt az édesapja édesapámnak, meg a mi családunk is. Úgyhogy megegyeztek, de ez már egy másik történet. Indultak egy két lovas szekérrel, de akkor már a Fröhlich család, az édesanyám húga, a Kecskemétről kitelepített nagyon-nagyon néniket, kettő is volt, őket is elhozták a Balaton felvidéken katonai teherautóval ide, Pacsára. Ez valami gyűjtőhelye lehetett volna a családnak, ahonnan aztán szétszórodnak, vagy hazajönnek Kecskemétre, nem volt szabad bejönni, tudomásom szerint. Két lovas szekeret adott a katolikus parókia ennek a családnak, két öregasszony, öreg nénivel, és a kis család, egy három gyerekes házaspárral, édesapám hajtotta a kocsit, és ez Türjéig, azóta már számtalanszor bejártam ezt az utat, az sem volt kis dolog, Pacsa és Türje közt, Türjéhez érkezve kivált a két kozák, szovjet kozák lovas az erdőből, és ma már tudjuk, hogy milyen céljuk volt, szedték össze a hadifoglyokat. Azt mondták az édesapámnak, hogy spakojna, így rabót egy valami vasúti támfákat férfia erőre van szükség. Apám mondta, hogy Sárikám, nyugi, jövök vissza, nyugodt lehetsz, vigyázz a gyerekekre, sehol nem mozduljatok. Hát eltelt az egész nap, nem jött vissza, édesanyám rosszat sejtett, bement a türjei polgármesterhez, az volt 2 kilométer, akkor a szekér állt, és ott mondta a türjei polgármester, asszonyom, siessenek, mert hátha még a vasútállomáson találkozhat a férjével, mert a szovjetek most vagonírozzák őket. De hát nyilván hallottak ők már erről, hogy van ilyen, tehát annyira váratlan nem érte őket, de a nővéremmel elemózsia csomagot csináltak, és oda mentek a vasútállomásra, és látták az édesapámat, ilyen deszkapallón ment föl több század magával, persze a dobtáros szovjet katonák ott voltak, kis kopaszok, és azonnal lőttek volna, hogyha valaki erőszakos volt honc, apám szólt, hogy nyugi, menjetek. Majd írok. Hát ott nézték, hogy nyelt el a kupé, beszálltak, visszamentek, fölültek a kocsira, és borzalmas kalandos úton elindultak a Balaton déli partján haza Kecskemét felé, úgyhogy közben a szovjetek lekapcsolták a lovakat, adtak egy vaklovat, még volt benne ennyi jó szándék, és édesanyám egyedül öreg nénikkel, újszülött kisgyereke, mindig mondták később, hogy az Istvánkát a Sári mama fürdette a Balatonba, ugye március-áprilisban. Ez egy nagyon kalandos út, hát ott is majdnem ráment édesanyám a balatoni, a Solti átkelésnél ilyen pontom híd volt, és a lovak, az egy ló megvadult, és majdnem maga alá temette anyámat. Nehéz elképzelni is ezt a traumát, és aztán befutottak Kecskemétre. Nem tudom, hány napig tartott az út, de ugyanemlékszem, talán volt legalább egy olyan 2 hét. Útközben volt egy olyan dolog, ezt muszáj elmondanom, hogy találtak egy szovjet katonák által megerőszakolt kismamát.
aki mellett ott volt a kis dede, és tele volt tejjel a melle, és anyukámnak akkor már nem volt egy csepp tejese, és ez a dada lett később a dadám egy pár hétig, Reginának hívták, ott keresztül mentek rajta ezek az orosz katonák, vadállat módon tele volt sebekkel, vérzett, és a kisbabája élt, és mellére tett, és ott etetett Kecskemétig, hazahozták Reginát is, és Regina felépült, egy darabig szolgált nálunk, amíg szükség volt ott rá, aztán hazament. Olyan politikai közeg volt a 40-es évek vége, 50-es évek eleje, hogy a családban emlékszem, a felnőttek többször beszéltek arról, hogy nem kell a gyerekek előtt erről beszélni, mert rosszul sülhet el. Azt tudni kell, hogy az édesanyám húgának a férje, az Kereckei Elek, egy öt nyelven beszélő hortista katonatiszt volt, aki a Kecskeméti repülőtér építését vezette annak idején. Nagy műveltségű katona, akit megpróbáltak beszervezni, ez megint egy mellékszál, de ez is fontos, és azt a Lulu bácsinak hívtuk, Kereckei Elek, és a Lulu bácsi volt, aki rajta tartotta a kezét, ezen a kis családon együtt éltünk, hat gyerek volt egyébként, mi hárman, meg a Kereckeiek, Kereckei volt a nevük, hatan, és a Lulu bácsi mindig mondta, hogy nem beszélni a gyerekek előtt, de az édesanyám sokat mesélt, és a karácsony este, majd esetleg ez majd szóba fog kerülni, mindig megemlékeztünk az édesapámról, és akkor bánatunkra meg mentünk volna az ajándékokért. Édesanyám mindig mesélte ezeket a borzasztó, tragikus dolgokat. Nem szívesen hallgattuk, mert egy kisgyerek az ilyen drámákat, és édesanyám mindig sírt ilyenkor. És amikor egy anya sír, amikor apa sincs ráadásul, az a kisgyereknek van nagyon rossz hatása a kisgyerekre, de sokat mesélt róla. A Dunst család, a Dunst Adorján, aki a tulajdonosa volt a mostani Tiszti Klubnak Kecskeméten, nagy vendéglátó hely volt, az édesapám édesapja, amikor édesanyám hazajött a fia nélkül, és elment anyukám a lovaskocsival az Erkel utcába, akkor a nagyapó, mint nagyapónak hívtuk később, Dunst Adorján, Isten nyugosztalja, én nagyon szerettem különben ennek ellenére, de azt mondta, hogy hol a fiam? És mondta anyám, hogy Ádi bácsi, elvitték az oroszok. Hogy engedtétek? Ez hogy fordult? Tehát számon kérte az édesanyámat, és azt mondta, hogy ide nem, itt nincs elég hely, le is út, fel is út. A Domján család Ótemető utcában laktak, ők is unokatestvérek voltak, ott befogadtak, és amikor a Kereckeiek hazajöttek a Széchi intéri házba, akkor pár héttel később szépen berendezkedtünk, és ott éltük le a fiatal életünket, a gyerekkorunkat, ott éltük le a Kereckei családdal együtt. A Széchenyi téri öregház egy nagyon-nagyon komoly nagy ház volt az, bocs is az különben, most egy mediterrán étterem van benne, hát ott éltük le akkor nyomorúságos életünket. Ezen a képen látszik is, hogy vizesek a falak, ilyen kis rongyterítő lóg a gang bejáratánál, egy bácsi hegedül, öltönyös cigány bácsi hegedül, és mi a kisgyerekek libasorba ott állunk, és tátott szájjal hallgatjuk, édesanyám pedig ott éppen ír valamit egy kis asztalnál. Hát azt nem mondom, hogy nyomorúságos körülmények voltak, mert akkor ez volt a háború után. Csak egy példát mondok. Megérkeztek a Kereckeiek, meg ugye később mi is, az üres Széchenyi téri házba. Egy bútor se volt a helyén. És akkor mindig volt, aki tudott súgni, mondták, hogy menjünk hát a Vogrincsicsékhez, mert ott megtaláljuk a bútorokat. És így szép lassan a család felnőttjei elindultak, és összeszedték a közben ellopott, tehát elszállított bútorainkat. Sok minden megmaradt, sok minden végképp eltűnt, de ebben a házban, hogy úgy mondjam, egy polgári, szellemileg magas színvonalú élet zajlott, hat rossz gyerekkel, kivéve a nővéremet, mert ő mindig jó volt, a három Kereckei gyerek és a három Dunst gyerek, itt éltük az életünket, később aztán ez a ház egy gyűjtőhelye volt a környék, ilyen értelmiségi gyerekeinek, akiknek az apját elvitték, akit letartóztatták, aki börtönben volt. Érdekes módon tudtuk, hogy ezek kik. És ezek a gyerekek szép lassan odasonfordáltak, úgyhogy sok-sok év, egész 57-58-ig egy élő kapcsolat volt ez. Egy érdekes dolgot mondok, ebbe a társaságban tartozott, igaz később tagozódott be a Kecskemét város főépítésze, a Farkas Gábor.
és ő is. Épp most olvastam a könyvét, ezekre az időkről megemlékezik ő is. A szomszéd utcákban mindenhol ismerős családok voltak természetesen, majdnem mindenki így járt. Tehát a legtöbb lakás kifosztott állapotban volt. Érdekes módon Kecskemétet, ezt a részét nem érte bombatalálat sem, nem is igen voltak ilyen komoly ütközetek Kecskemét környékén, mert időbe kiürítették a város, és átvonultak rajta az oroszok. Volt neki 400 hold földje ottan Borbáson, azon volt vagy 30 cselédje, abban voltak igazi lovászok, gulyások, kanászok, bérösök. Az édesapám kanász volt, hát volt ott igazi 300-400 disznó, ott a malacokat nevelni külön, a hízokat nevelni külön, sűrűket hízni befogták egyik a másik után. Hát általában mangoliszák voltak, nem volt másfajta. Hát voltak ott arasztos szalonnák, levágták, Kecskeméten volt neki egy ilyen raktár, ami ki volt csempészve, teljes plafonig, minden, az akkor egymás tetére volt lesózva a szalonna, és akkor onnan osztotta a konvenciót kifelé. A 44-ben begyűjtek az oroszok ide, és akkor, hát amit csak lehetett, mindent zabráltak, úgy mondom, nem loptak, hanem zabráltak, hát nyíltan elvitték, nem úgy lopták. Összehordtak oda rengeteg tehenet a majorba, aztán azokat, amik ott voltak, kukoricát, ott volt több górékban kukorica, minden azt fölötették az ő tehenekkel ottan. A szüleimet ők végezték ki, 45 karácsonyán, egy jeles ünnepön, ami nagyon fájdalmas, mái napig is énekem a karácsony. És akkor igazi, ott maradtunk 9-en, családban egyet agyonlőtek, így 9-en maradtunk, de hát egy volt nős még akkor csak belőlük, ebből a 9-ből. És akkor elvitte a 3 legkisebbet a nős bátyos, ez a fél mustoha. És akkor minkből kaptunk ide, a ruszkik, ahogy agyonlőtték, kaptunk egy kocsit, meg 2 lovat szerszámostunk. Meg adtak ilyen cipőt, ilyen ruha, nem őket hoztak oda a családnak. Adtak 15 hold igényült földet, amit azt mondták, hogy majd azt nem veszik el, mert az ilyen, mint árváknak örök ezért legyen. Hát ugyanúgy elvették, mint a többi földet a TSZ-ök. Ott voltam 2 évet én is a testvérjeimmel, de lántestvér nem volt. Én kezdtem ottan tanulni főzni, aztán én főzegettem, a nagyobbak meg dolgoztak a földön, meg mit tudom én. Meg a jószágoknál ott végezelődtem egy fiatal létemre. Majd aztán egyszer elkerültem én is a kisebb testvéreim után. Ez már 46-ban az hiszem, akkor kerültem egy Köncsögre, ott lakott a nős bátyám, ott volt vele a 3 kisebb testvérem. És akkor olyan gonoszon bánt az ángyom a testvéreimmel, a kisebbekkel, hogy nagyon rossz volt ezt sokszor elviselni. Későbben igazi elkerültünk Városföldre, a Dózsa TSZ-be. Dózsa TSZ-be dolgoztunk már akkor. Én, mint rendesen fölnőtt ember, úgy dolgoztam, arattam, füvet kaszáltam, zsákoltam, minden munkát el kellett végeznem. Én most meg olyan beteg vagyok ebben végül, hogy a csigolyáim össze vannak csúszva, és az miatt annyira fáj a bal lábam, hogy rossz vele menni. Szabó István, piarista tanár vagyok, Kecskeméten élek most, itt is születtem, 1941. szeptember 3-án. Édesapám az kecskeméti, hogy így mondjam, tőzsgyökeres kecskeméti volt. Az édesanyja az, édesapámnak az édesanyja, tehát a nagyanyám az tanítónő volt, polgáriba tanított itt Kecskeméten. Nagyapám az korán meghalt, az szobrászművész volt. Édesapám
neki is szándékai voltak, hogy ő festőművész lesz, de az anyja azt mondta, hogy tessék valami szakmát tanulni, és akkor így végezte el a tanári pályát. És festőművész és rajztanár volt. Kecskeméten, miután édesapám megházasodott, akkor a Rákóczi úton, az Úri kaszinó egyik részébe, tehát a Klapka utca felüli oldalon ott laktunk egy lakásba egészen 45-ig. 45-ben én 4 éves voltam maximum, tehát mikor a Kecskemétet kiürítették, és akkor elmenekültünk. Nem sokra emlékszem, de nyugat felé mentünk, és egy olyan emlékem van, hogy Szombathelyet bombázzák, és Szombathelyen mellett voltunk Kámonba, ott voltunk, és édesapámnak a kezét fogom, és nézzük, hogy olyan bombázzák Szombathelyet. És akkor még kikerültünk Ausztriába, de jöttünk visszafelé, és akkor történt aztán az, hogy édesapámat elhurcolták a férfiakat a visszafelé jövő csapatból. Édesapám nem akart elmenni, csak jött a keresztapám, aki egy vállalkozó ember volt, egy kecskemi építész volt, aki nagyon sok épületet épített itt Kecskeméten. Az jött, és tessék jönni, és akkor azt mondta, elindultunk. Ervin bácsi autójával, meg valami ilyen egészségügyi alakulattal mentünk együtt kifelé. Az jó volt még. Egészen Ausztriáig, de nem tudom, hogy hol voltunk Ausztriában, nekem nem sokat meséltek, de azt sem tudom, miért kellett mindjárt visszafordulni, meg 45-ben még mindjárt vissza is fordultunk, és 45 áprilisában, azt hiszem, akkor már édesapám orosz fogságba került. Ketten voltunk testvérek, ugye 41-es vagyok, az ugye az 43-as, hát következő már nem volt, mert akkor édesapám meghalt. Tehát ketten voltunk testvérek, és kisgyerekként vitt anyuka bennünket, illetve mentünk kifelé, és aztán ökrös szekerekkel jöttünk, aztán vissza ide Kecskemétre. Elég szép lakásunk volt, mert édesapám festő is volt, és aztán tehát festménye is volt az ablakról. Nagyon szép festménye, az festve van a sógornőméknél, öcsémnek a feleségénél, ott van fenn ez a... Egyszer próbáltam megnézni nem régen, hát ez szép kis lakás. Visszaértünk ugye Kecskemétre a menekülésbe, akkor egyszerűen nem engedtek be a saját lakásunkba. Ezt mesélték, tehát valami pártház, nem tudom, illetve ott a párt központ lett belőle, most nem tudom melyik párt én, de mindene. És akkor anyuka úgy döntött, hogy elmegy az ő családjához, Gyomára, és akkor úgy kerültünk Gyomára. Ott kapta a hírt, hogy apuka orosz fogságból visszajött, mert betegen visszaküldték, és akkor itt halt meg egy héten belül. Meséből csak annyit tudok, hogy a csoportban lévő férfiakat összeszedték, azt kész, aztán beállították egy csoportba. És akkor ebben a csoportban benn volt egy tanítványa, a Molnár Pista bácsi, aki nemrég halt meg, az ő neki tanítványa volt, és ő megismerte édesapámat, már ott volt a csoport mellett, és akkor hoztak oda még néhányat, és akkor megismerte apukát. Fogságba esik, nyilván őt elviszik, és a híradásaiból, tehát az derült ki, meg a jegyzet füzetéből, ami megmaradt, amit visszahozott, hogy fogságig jutott el. És ugye valahol beteg lett, azt sem tudom pontos, hogy hol lett beteg, de beteg lett, és valami vérhasszerűség, tehát teljesen csont és bőr lett, mire aztán visszajött. 45. október 26-án halt meg, egy hétig volt talán még életben, tehát októberbe került Budapestre egy kórházba, Robert Károly körúti kórházba. És valahogy édesanyámnak küldtek valami értesítőt, és akkor ő felutazott hozzá, meg a pesti rokonok is bementek hozzá vért adni, de nem lehetett rajta segíteni. És akkor Pesten temették el a Rákos keresztúri köztemetőbe. Nyilván a Ponyvás teherautó az lehetett, amivel a keresztapám vitte kifelé őket. Tehát mikor menekülés elején, gondolom én, nem biztos. És a hintalovat is betették, gondolom, hogy a gyerekeknek legyen ott valami. Mert a keresztapámnak szerintem nagyobb gyerekei voltak, és azok nem itt voltak, nekinek is két, egy fiú meg egy lány fia volt, de azok Pesten voltak, azt hiszem akkor. Akkor mi Gyomán voltunk egy darabig, tehát ottan egy nagyszülői házba, de ott a nagyszülők is meghaltak, akkor anyukának sorba jöttek a események, ahol a család az úgy nagyon megcsappant,
már a közvetlen hozzátartozók. Eljött, hogy nekem iskolába kellett volna menni, tehát én még 6 éves korom előtt, és akkor úgy döntött, hogy visszajön Kecskemétre. Azért jött vissza Kecskemétre, mert a piaristákhoz akart beíratni bennünket első elemibe, hiszen édesapám is itt tanított a háború előtt, rajztanár volt itt a piarista gimnáziumban. Édesapámat hát Budapesten a Rákoskeresztúri temetőbe. Hát ma ott halt meg a kórházba, és onnan kivitték. Egy ilyesmit mesélt valaki, hogy még egy koporsó se volt, csak egyszerűen kivitték egy hordágyon, és akkor valaki ott közbeszólt, és aztán mégiscsak kerítettek egy koporsót, hogy úgy temessék el. Nagymama befogadott bennünket, az egy 4 szobás lakás volt, az a családi ház. Egyik szobában volt a nagymama, a másikban mi voltunk, harmadikban egy nagybátyám, a Lackó bácsi, negyedikben pedig a Jani bácsi, az meg a egyik nagynénének a férje. Tehát nagymama meg nekünk nem is volt külön bejáratunk, az egymáson kellett keresztül menni. És ott a nagymama nyilván tanított, foglalkozott velünk, de az is meghalt hamarosan. Ugye őt, állítólag ő tanította meg, hogy hogyan kell kiolvasni az órát, és aztán állítólag ilyen családnéző, hogy nagyon örültek annak, hogy én ismertem az órát, mikor már iskolába kellett kerülni, hogy működik, hogy lehet leolvasni, hogy hány óra van. Egy szobában volt egy konyha, volt egy cseléd is, aki aztán főzött a nagymamának, meg aztán be volt osztva talán, hogy mostan kimegy a konyhába a sparthelyhez főzni, melyik a 4 közül, melyik család, tehát valami ilyesmi. Nyilván akkor nagymama meghalt, és akkor ott maradt nekünk 2 szoba, és akkor 2 szobába maradtunk. És hát édesanyám nem házasodott meg újra, tehát úgy látszik tisztelte a férjét, és ő meg azzal kereste a kenyerét, hogy vart, szép nőrű ruhákat vart, és jártak hozzá a kuncsaktok. És ez volt a jó, mert amikor öregkorában 87 évesen meghalt, akkor is még mindig jártak hozzá asszonyok, és akkor beszélgettek. A piarista iskola, ugye azt 45 után lett abból az iskolából alsó tagozatos iskolám előtte, ugye 8 osztályos gimnázium volt, ami most 5-től 12-nek felel meg, és akkor a háború után alakították meg a 8 általános iskolát, és abban az alsó tagozatban a tanítónénik tanítottak. Golovics Kati volt a tanítónéném, aki nem régen halt meg. A tanítói végzettség az nem felsőfokú, hanem középiskolai végzettség volt, tehát az ilyen nagyon fiatalon kezdett bennünket tanítani, illetve még egy osztálya volt talán előtte, de minket tanított, és utána a Kati néni első-másodikban tanított, a harmadik-negyedikben egy másik tanítónő, a Bábicki Margit néni tanított, és utána pedig 5-től kezdve pedig a Kati néni elvégezte a énekszakot, és akkor még tovább tanított bennünket, még énekre, meg furujázni tanultunk nála. Ő nála tanulta, meg kottát olvasni, meg minden ilyesmit. Zenei tehetségem ugyan nincsen, de ezt legalább tudom is. Én felnőtt korban jöttem rá, hogy tudod, mit jelentett volna, hogy van édesapám, vagy nincs. Itt állunk a Deák téren, azelőtt az emlékmű előtt, amely az 1939 és 1945 között a II. Világháború frontküzdelmeiben elhunyt kecskemétieknek állít emléket. Azonban az imént látott és hallott interjúalanyok gondolataiból láthatjuk, hogy nem csak katonai áldozatai voltak annak a háborúnak, amelyben a nagy számú katonai áldozatok mellett, mint láthatták, a civil ember, a civil élet is kárt szenvedett. A 75 évvel ezelőtt történt események mindannyiunk számára egyfajta tanuló pénzként is jelen lehetnek mindennapjainkban, hogy ezeknek az életutaknak a megismerésével valójában próbáljunk mi is arra törekedni, hogy ez soha többet ne fordulhasson elő. Én ezennel megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!